Miskolcon is nehéz hónapok jönnek, az idős ellátás biztonságos működését azonban igyekszik megteremteni az önkormányzat. Erre hívta fel a figyelmet a város szociális ügyekért felelős alpolgármestere. Október 1-én immár több mint 3 évtizede a szépkorúak előtt tiszteleg a világ. Így van ez Miskolcon is. A Meszegyi látókörébe tartozó több ezer idősre ebben a hónapban kiemelt figyelmet fordítanak. Valamennyi intézményben ünnepelnek, több helyen kirándulást és különféle programokat szerveznek a szépkorúaknak. Baráti társaságok és közösségek, amiket a szociális ellátórendszer hozott össze. Megtelt a megyei könyvtár nagy terme az idősek világnapjának kiemelt rendezvényén. Egy ismerős által kerültem ide a Verős Alkony klubba, és nagyon jó a közösség, jól érzem magam, és folyamatosan programok vannak, nagyon jó programok vannak, és hát egy közösség, amihez nagyon jó tartozni, mert mindenki figyel a másikra, és hát segítünk egymásnak, amit csak tudunk. Október 1-jét az ENSZ 1991-ben nyilvánította az Idősek Világnapjának. Erről az alkalomról Miskolcon sem feledkeztek meg. A Premier iskola növendékei bécsi keringővel tették szebbé a meghívott szépkorúak napját. A következő időszakban azonban valamennyi idősellátó intézményben készülnek valamilyen meglepetéssel. Azon túl, hogy a mindennapi munka során, mind a szakmai munkavégzésben, mind az empatikus odafigyelésben nagyon fontos az, hogy érezzék az ellátottaink a támogatást, a segítséget. Én nagyon fontosnak érzem azt, és gyakorlatilag ezt a visszajelzést is kapjuk, hogy egy-egy ilyen megnyitó ünnepség, ahol ők résztvevőként ülhetnek és értük kerülnek megrendezésre programok. Ezek nagyon fontosak számukra, különösen az elmúlt évek után. Nehéz időszak következik, ami az idősek számára nem ismeretlen jelenség. Varga Andrea alpolgármester szerint éppen ezért a szépkorúak nem csak a múltat, de a jövőbe vetett reményt is jelképezik. Amit mindenképpen ebben az időszakban meg kell határozni, az az, hogy azoknak a szolgáltatásoknak a feltételrendszerét biztosítani tudjuk, amelyek az idősek, a szépkorúak számára nyújtanak egyfajta biztonságot és egyfajta segítséget. Illetve azt gondolom, hogy még az is egy nagyon fontos dolog, hogy beszéljünk ilyenkor arról, hogy mennyire nagy jelentősége van a közösségeknek. A közösségépítés jegyében októberben számos programot, köztük klubfoglalkozásokat és kirándulásokat is szerveznek a Meszegyi látóterébe tartozó több ezer idősnek.